Na hát, sziasztok! Nem gondoltam, hogy ezzel még bárkinek mondjam, vagy bármi hasonló, de kaptam olyan kérdéseket is, hogy mikor lesz DSLR felbontással kapcsolatos videó, hogy hogyan lehet beállítani. Azt hittem, hogy ez már azért úgy nyilvánvaló, hogy nem olyan nehéz dolog. Mert aki belenéz az Nvidia beállításaiba, az hamar megtalálhatja, de úgy tűnik, ez nem mindenkinek sikerült. Röviden elmondom, hogy hogyan tudjuk bekapcsolni a DSR felbontásokat. Ez a DSR, ez a Dynamic Super Resolution, ami azt teszi, hogy ha például van egy Full HD monitorod, akkor be tudsz tenni nagyobb felbontásokat is az Nvidia drivernek köszönhetően, és így lényegében tudod tesztelni a gépedet 2560x1440-ben, vagy akár 3840x2160-ban is. Ugye a gépigény az ugyanannyi lesz, és a látvány is jobb lesz. Hát azt most nem mondom, hogy egy profi sok 100 000 forintos 4K monitornak a képminőségét vissza fogja adni, de élsimítási szempontokból és képélesség szempontjából azért jól érezhető a különbség, egy mezei Full HD monitoron is, éppen ezért szoktam én is használni. Na hát, amit érdemes benyomni egy Full HD monitoron, az például az 1,78-szoros felbontás, ugye ez lesz a 2560x1440, a másik pedig a 4-szeres, 3840x2160, ugye amit a 4K-nak hívunk. Ha ezzel megvagyunk, akkor van még egy olyan, hogy DSR simaság, ez alapon 30%-on szokott lenni, ezt érdemes betenni olyan 15%-ra, ezt így belőttem, hogy ez pont jó. Ha túl alacsony értéket adunk meg, akkor már annyira éles lesz a kép, hogy már ilyen képpontok is megjelenhetnek, az nem túl szerencsés, ha pedig túl nagyot adunk meg, akkor meg inkább ilyen homályosabb lesz. Szóval ilyen tekintetben a DSR felbontást azt így be kell optimalizálni, és ez a 15%, ami teljesen jól néz ki, a magasabb felbontás. Kaptam megkeresést, hogy mutassam be a videókártya tuningot, meg az ehhez kapcsolódó dolgokat. Hát röviden elmondom akkor ezt is. Ugye jó ideje én már az MSI Afterburner-t használom, régebben például használtam a GameWarnak az Expert Tool nevű programját. Lényeg az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen videókártyád van, az MSI Afterburner az jó lesz hozzá például, ugyanúgy jó lesz Gigabyte kártyához, Asus kártyához, NVGA-hoz, bármi máshoz, Nvidia kártya vagy Radeon kártya. Ugye mikor Radeon kártyát teszteltem, akkor is ezt a programot használtam, úgyhogy nagyon jól működött. Hát ugye vannak itt különféle csúszkák, például van a temperatúr limit 83 fokon. Ezt úgy nem érdemes nagyon bolygatni, mert senkit nem buzítok arra, hogy most a videókártyának a legfelső határaig próbálgassa. Ezért sok dolog úgy jól van belőve, viszont ha szeretnénk egy kis sebességtöbletet, akkor elsősorban a core clockot kell majd emelnünk. Ugye van egy alap értéke a kártyádnak, hogyha nem referencia a kártyádban, akkor van egy alap OC értéke játék alatt. Nekem például olyan 1949 MHz-re megy föl, már hőmérséklet függvénye is, hogy milyen értéken fog állandósulni. Hogyha nagyon melegszik a kártya, akkor ugye visszaboostol. És hogyha ezen a csúszkán emelünk, akkor ezt az értéket fogja megtoldani, gyakorlatilag annyival, amennyit emelünk rajta. Hát amit úgy érdemes próbálgatni, az a 100 és a 150 plusz MHz, azt úgy bírni szokták azért a kártyák. Most az 1070-et én még nem tuningoltam, korábban a 970-et azt húzogattam és teszteltem is úgy. Most 1070-nél nem éreztem úgy égető szükségét ennek, még azért nem bolygattam. Tehát mondom, tetszés szerint olyan 100-150 MHz-et dobhatunk rá. Alatta van a memória clock, ez azért többet bír. Valamivel ezt olyan 300-350-re is megemelhetjük. És közben persze játék alatt érdemes, hogyha be van kapcsolva a monitorozás, amit a beállításokban a monitoring opció alatt tudunk elérni. És hát itt fel vannak sorolva, hogy miket lehet kiíratni. És a Show in on screen display opciót, ha bepipáljuk, akkor ki fog írni ilyet, hogy in OSD, és akkor fogja azokat a dolgokat kiírni, amiket in OSD-re teszel. A másik, amit megtehetsz, hogy ha túl meleg a kártyád, vagy túl hangos, akkor variálhatsz a fan speeden. Most én is beállítottam egy olyan, ami nekem megfelelő. Tehát ilyen görbével tudod azt szabályozni, hogy milyen hőmérséklet mellett milyen százalékon dolgozzon a ventilátor. Ezt mindenki úgy kipróbálgatja magának, hogy a saját kártyájához, hogyha ilyen szükség van, akkor hogy megfelelő.
igazából ez videókártyánként más, hőmérsékletés hang szempontjából. Ugye azok a kártyák, amik szerintem jó hűtésre vannak ellátva, azok olyanok, hogy eleve nem is kell ezt nagyon bolygatni. Én elsősorban ezt azért kapcsoltam be, ugye régen volt az 1070M-nek a régebbi driverekkel olyan gondja, hogy terhelésen kívül is pörgött a kártya, és tudom én, terhelésen kívül is volt 60 fok, és azt akartam ezzel kiküszöbölni lényegében, hogy nem csinálok semmit a gépen, ugye nem játszok, akkor ne legyen 60 fok a videókártya. Hát lényegében ez a probléma már szerencsére megoldódott az újabb driverekkel. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!